Ma szinte egész nap a Kossuth Múzeumban tevékenykedtek a városvédő fiatalok. A fiúk nagy része egy kis raktárhelyiséget pakolt, az ott lévő polcokat szerelték szét, a lányok pedig a múzeum könyvtárhelyiségében takarítottak, porszívóztak és törölgettek. Van, aki még csak a héten csatlakozott, hogy a közösségi szolgálatot a tábor keretein belül végezze el, de az elmúlt egy nap alapján úgy döntött, ő is szeretne tag lenni ezentúl. Lengyel Petra arról beszélt, miért csatlakozott az egyesülethez. Hogy segítsek a városnak, és hogy kivegyem a részem a munkából, hogy egy jobb közösség legyen itt Cegléden. De van, aki már nagyon régóta tagja az egyesületnek. A 12 éves Medgyesi Petra például nagy csoportos korában került ide, azért, hogy segítse a várost. Az örökségvédő tábor pedig évről évre hatalmas élmény számára. Nagyon jó, és a közösség is nagyon jó. Nagyon sok barátot szereztem, és mindenkivel el vagyok. 15-en vesznek részt a táborban, és most csak ceglédiek, hiszen idén a sümegiek most vendéglátók lesznek. Ők várják majd a ceglédi városvédő fiatalok egy részét. A tábor a közös munka mellett jó lehetőség arra is, hogy egymást is jobban megismerjék. Erről már Bíró Bea, a tábor egyik szervezője beszélt. Évről évre mindig halljuk, hogy ú, de jó, akkor jövőre is találkozunk, és az évközbeni programokban, ugye, amikor nekik is suli van, akkor azért nehezebb úgy elmélyülni egy-egy kikapcsolódós programban, hogy tényleg önfelett gyerekek és fiatalok is tudjanak lenni, de azt hiszem, hogy az egy hét alatt azért sikerül elfelejteni minden egyéb gondot, és ki tudnak kapcsolódni. A hétvégékre általában azt szoktuk észrevenni, hogy mindegy, hogy sümegiek jönnek, vagy ceglédiek maradnak, de nagyon nehéz az elválás, tehát hogy ilyenkor jönne az jó, hogy még két heted boldogan együtt vagyunk. A múzeumban nagy örömmel fogadták a városvédő fiatalokat. Zakar József múzeumigazgató elmondta, az együttműködés az egyesülettel nagyon szoros volt az elmúlt években, és ezt szeretnék tovább fenntartani. A tábor is tökéletes példája ennek. Jött ez a lehetőség így a tábor keretein belül, hogy a diákok, a gyerekeket bevonjuk kicsit a múzeumi munkának a háttérben zajló eseményeibe, tehát ami nem kimondottan csak a muzeológiai tevékenységeket fedik, hanem a mindennapi életnek az apró örömei és részletei is itt tetten érhetők. Úgyhogy ezért örültünk a kezdeményezésnek, és hát abszolút partnerek vagyunk benne, és bízunk benne, hogy a jövőre nézve ez fenntartható lesz majd. A Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Kocsis István is részt vett a táborban. Őt nemrég egy igen nagy meglepetés érte. Kiskunhalason országos Hungarian Oszta találkozó volt a Rádai Mihály szervezetnél. Azaz a városvédők országos képviselői jöttek össze, és egyszer csak elkezdték olvasni valamit a Ceglédről. Én semmit, de semmit nem tudtam róla. Podmaniszki díjat kaptam. Hát az életem egyik nagy meglepetése, olyannyira, hogy még most sem akarom talán elhinni. Az elnök úgy fogalmazott, ez a díj az egész egyesület csapatának az érdeme, és mintegy 8 év munkáját ismerték el ezzel. A Podmaniszki díjat a Város és Faluvédők Szövetsége adományozza 1982 óta azoknak a magánszemélyeknek és közösségeknek, akik a legtöbbet tették épített és természeti környezetünk, kulturális örökségünk értékeinek megismertetése, védelme érdekében.